Az AgriTrend csoport, mint azt reményeink szerint már sokan tudják, kitüntető díjairól ismert leginkább a mezőgazdaság keretein belül. Úgy, mint az év agrárembere kitüntető díj, a Magyarország legszebb birtoka díj, az Agrofotó vagy éppen az Agrárvilág szépe, és mostantól a kézműves kiválóságok díj is, melynek első alkalmával szörpöket és gyümölcsleveket kóstoltunk, bíráltunk, díjaztunk. Itt Szobon történt ez a zsűrizés, illetve kóstolás, nem véletlenül, hiszen az első szobi szörpfesztiválhoz csatlakozva adjuk át majd a díjakat. Az, hogy bemutassak a termelőket, nem csak azért, nem csak nekünk fontos, hanem fontos a fogyasztóknak, fontos a vásárlóknak, hogy azokat a termékeket vegyék le a boltban, azokat a termékeket találják meg, ami a hazai termelőtől, hazai termékekből áll össze. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok résztvevő jelentkezett erre a versenyre. 63 szörpöt és 24 gyümölcslevet kóstolhattunk meg a tegnapi napon, ahol meg is találtuk Magyarország szörpjét. Az első helyezett az a maglócki málna lett, a második helyezettünk a karcagi ízek megyszörpje, és a harmadik helyezett pedig a májás szörpnek a csilis málnája. Mindegyik egy különleges szörp valamilyen formában, akár az arculatában, akár az ízeiben. És ugye a Dunakanya szörpje pedig a panni málna szörp lett. Gyümölcslevek tekintetében ugye a Simon gyümölcs, ő lett a alma homoktövissel, a Jonadrink, illetve az ipoly alma lett a harmadik helyezettünk. Jelenleg 12 fő zsűrink volt, itt beszéltünk a névi képviseletében, élelmiszermérnökünk volt, akár a Neked Terem tulajdonosa is részt vett a zsűriben, ugye ők is találkoznak egyrészt a fogyasztókkal és a termelőkkel is, hogy ugye kinek mi tetszik és kinek mi a szubjektív véleménye akár. A zsűrizés során különböző szempontokat vettünk figyelembe. Itt beszélhetünk az ízről, az állagról, a színekről, beszélhetünk az arculatról, a csomagolásról, ugye a címkézésről. Több mint 10 szempont alapján döntött a zsűri, és a kollektív bölcsesség meghozta a gyümölcsét. És hát jövőre folytatjuk, kibővülve még több termékkel, még több kézműves kiválósággal, nem másért, hanem azért, mert szeretjük a mezőgazdaságot, és hirdetjük azt, hogy a mezőgazdaságban érték, nagyon komoly értékteremt.